a látogató. Írta Susán András. Első rész. Andy a kutyám eszméletlenül ugatotta aznap este. Először nem tudtam, mi lehet a baja, mert előtte már voltunk lent sétálni, és elvégezte az ügyes-bajos dolgait. Aztán észrevettem, hogy egy pontra mered. A konyha falát bámulta, és ugatott veszettül. Korábban is előfordult már ilyen, ha néha napján fúrták a falat a szomszédban, vagy poloskát vett észre, ami számára elérhetetlen magasságban volt. Ha néha elkapott egy poloskát, azt kinyírta. Persze nem harapott bele, mert ezek a jószágok iszonyú büdösek tudnak lenni, hanem a mancsával és a körmével végzett vele. Aznap este nem poloska mászott a falon. Valami fekete állat. Mikor először megláttam, azt gondoltam, hogy ez egy miniatűr denevér. De ahogy közelebbről megnéztem, rájöttem, hogy nem sok köze lehet az emlősökhöz. Inkább ez is egy rovarra hasonlított. Zömök törzs, hosszú és vékony csápok a homlokán, izmos hátsó lábak, amik aránytalanul hosszúnak tűntek. 3 centiméter hosszú az állat, ha a csápjait nem számoljuk bele. Akár egy lótetű, vagy egy tücsök, de ennek csak 2 végtagja volt, és kopogott, vagy kattogott, miközben a falon araszolt centiméterről centiméterre. Azt gondoltam, ez undorító. Nem szerettem volna, ha éjszaka rám mászik a kis dög. Ezért azt tettem, amit bárki más tett volna az én helyemben, fogtam a papucsom, és rácsaptam. Leesett a padlóra, de nem pusztult el, kattogva és zörögve tovább mászott a nappal irányába. Andy megőrült, de igazából nem mert a közelébe menni, csak távolról ugatta. Rácsaptam a papucsra még egyet, és még egyet, és még egyet. Még mindig mászott és kattogott. Úgy tűnt, a kis szemétláda egészségesebb, mint valaha. Kiszaladtam a kamrába, lemeltem a polcról egy palack rovarírtó sprét, és közvetlen közelről ráfújtam az egészet. A lény az oldalára dőlt, valami magzat pószt vett fel. A lábait maga alá húzta, és többé nem mozdult. Azonnal szellőztetnem kellett a lakást, de nem bántam. Fogtam egy ceruzát, és óvatosan egy papírlapra lögtem az elpusztult állatot. Nem, ez nem tücsök. Lefényképeztem, mielőtt lehúztam volna a vécén a papírlapot, és a ceruzát is kidobtam. Nem aludtam nyugodtan aznap éjjel. Nem öldöztük óriási rovarok álmomban, csak forgolódtam. Reggel fáradtabban ébredtem, mint valaha. A kávé és a cigaretta közben ismét eszembe jutott a tegnap esti hivatlan vendég. A kezembe vettem a telefonom, és újra megnéztem a fotót. Fura, mi lehetett ez? Hirtelen ötlettől vezérelve megnyitottam a Facebookot, és kiposztoltam a képet az idővonalamra. Ez miféle lény, tudja valaki? A konyhában volt. Írtam a fotó mellé a szöveget. Pár ismerősöm reagált a posztra, legtöbben csak csodálkoztak, pár ember azt állította, hogy ez egy tücsök. Volt, aki viccesen megjegyezte, hogy ez egy UFO, mindegy, már nem él. Válaszoltam. Letettem a telefont, és egy időre elfeledkeztem a látogatóról. Lefoglaltak a napi teendők. Este érkeztek az első fenyegetések. Kiderült, hogy több állatvédő csoporthoz is eljutott a fényképem. Továbbá valami UFO hívő csoporthoz is. Sok ember állatkínzónak és gyilkosnak nevezett. Több életveszélyes fenyegetést is kaptam, a laposföld hívő UFO csoportból pedig azt írta valaki, hogy engem ki kéne lőni a világűrbe, mert megöltem egy földön kívüli lényt. Kutathattak a korábbi bejegyzéseim között is, mert másnap reggel azzal vádoltak meg a közösségi oldalon, hogy én vírustagadó és megélhetési oltott vagyok. Töröltem a bejegyzésemet a rovarról, de már késő volt. Sok ember lementette a képet, és elkezdtek YouTube videókat és egyéb tartalmakat gyártani a témáról, és persze rólam.
Két hét múlva beleegyezésem nélkül belekerültem az esti híradóba, rossz fényben tüntettek fel. Egy hónappal később vandálok festékszúró sprével összefirkálták a házam falát kívülről, továbbá a bejárati ajtót. A legtöbb felirat arról szólt, hogy állatkínzó, UFO gyilkos, vírustagadó vagyok, és meg fognak ölni. Akkor már egy ideje nem jártam ki a házból. A bevásárlásokat és a számláimat a gyerekeim intézték. Andy kutyust is elvitte a kisebbik fiam, mert nem éreztem magam biztonságban, miután az egyik járókelő sétáltatás közben nekem esett. Az ablakokra rácsokat szereltettem, a bejárati ajtót kicseréltettem. Szeptember végén a zaklatóim aláírás gyűjtésbe kezdtek, a közösségi médiában is, és az utcán is rengeteg állatvédő aktivista tevékenykedett. Az akció nem titkolt célja, a népszavazás kezdeményezése volt. Valami törvénymódosítást szerettek volna az állatkínzók miatt eszközölni. Engem az egész nem nagyon érdekelt. Közben több bírósági eljárást is folytattak ellenem. Ezeken a tárgyalásokon csak az ügyvédem jelent meg. Igazából vele sem beszéltem sokat, de nem is biztatott. Pár hónap múlva lezajlott az érvényes népszavazás. Aznap este felkeresett személyesen Smith. Azt hiszem rendkívül fontos lenne, hogy személyesen is jelen legyen az ítélethozatalnál, mondta az ügyvéd, miközben a kávéját szürcsölgette. Miért kéne ott lennem? Hiszen ezért fizettem magát, Smith. Mondtam már magának, hogy nem érdekel az az egész. Ez egy koncepciós eljárás. Szóltam. Pont erről van szó, asszonyom. Mint tudja, a népszavazás érvényes volt, és hamarosan életbe lépnek a törvénymódosítások. Attól tartok, hogy a bírák magával akarnak majd példát statuálni. Példát statuálni? Mégis mit akarnak ezek, börtönbe akarnak zárni? Elkobozzák a vagyonom? Nyilvánosan megköveznek, vagy megkorbácsolnak? Az űrbe talán mégsem fognak kilőni. Szóltam felháborodottan. Nos, az az igazság, hogy pont ezt akarják. Mondta az ügyvéd kelletlenül. Ki akarják önt lőni az űrbe? Tehát ezt nem tehetik. Ha életbe lép az új törvény, attól tartok, hogy nagyon is megtehetik. Szólt Smith. Hiszen pont erre ment ki a játék. Ezért volt a népszavazás, a törvénymódosításról. Mióta nem néz tévét? Azóta nem figyelem a médiát, mióta először szerepeltem a iradóban, válaszoltam elcsukló hangon. Mégis hová akarnak száműzni? A Marsra? Vagy a Holdra? Nos, nem. A kilövés után az űrhajó föld körüli pályára áll majd. Na de meddig? Meddig kell a föld körüli pályán keringenem? Csattantam fel. Örökké, válaszolta az ügyvéd. Vagyis egészen addig, amíg a készletei vagy a levegője nem fogy. Ha szerencséje van, kiúszhatja pár hétig is. Tudja, hogy a törvényeink nem teszik lehetővé a halálbüntetést, és ez nem is szószoros értelmében vett kivégzés, hiszen csak az űrhajót indítják el. Nagyon sajnálom, asszonyom, de az állatvédők a liberálisokkal karöltve hatalmas kampányt folytattak, hogy áttalják ezt a törvénymódosítást. Az ég szerelmére, hiszen csak egy bogarat öltem meg. Egy férget, érti? Igen, asszonyom, de attól tartok, hogy az állatvédők és az általuk felhergelt közvélemény számára nem ilyen egyszerű ez a helyzet. Most már nem kell. Azt javaslom, ne hagyja el a lakást, Mr. Hengeler, szólt Smith, aztán suttogva hozzátette. Figyelik az épületet.
Az ítéletet 3 hónappal később mondta ki a bíróság. Újabb 3 hónapot kellett várni az ítélet végrehajtásáig. Az utolsó napon a szűk cellámban várakozva úgy gondoltam, hogy még egyszer utoljára bekapcsolom a telefont, és megnézem, mi újság a nagyvilágban. Úgy láttam, hogy semmi jó. Afganisztánban lövöldöznek, és itt van egy videó, emberek tömegei próbálnak felkapaszkodni egy hatalmas utasszállító repülőgépre a kabuli reptéren, de a gép elindul. A futóművekre és a szárnyakra potya utasok kapaszkodnak. A gép felszáll, és több száz méteres magasságban 2 ember zuhan a mélybe. Úgy tűnik, hogy az olvasóknak tetszik. Mert nagyon sokan kommentálnak, és poénkodnak a szerencsétleneken. Rögő fejeket küldenek be az emberek, és vicceket, mémeket kezdenek gyártani a balesetről. Aztán itt egy régebbi írás, jogerős ítélet született az állatkínzó nő ügyében. Elolvastam a cikket, kiderült, hogy nem csak állatkínzó és vírustagadó vagyok, hanem homofób és rasszista is. Ez újdonság. Mikor egy órával később felmegyek a lépcsőn, az űrhajó törzsén úgy tátong a zsilip, mint valami óriási száj, ham, bekaplak. Tudom, ez az ajtó csak kívülről hozható működésbe, tehát ha belépek, onnantól számítva nincs visszaút. Úgy érzem magam, mint Yuri Gagarin. Megállok az ajtó előtt, rávigyörgök a fegyveres őrökre, és integetek nekik, ahogy azt Gagarin tenni. Megfordulok, belépek a zsilipbe. A technikusok bezárják az ajtót, és zümmögést hallok, ahogy csavarkulcsokkal rögzítik azt. Én beszíjazom magam a székbe jószorosan, ahogy a szimuláció során mutatták. A bogára gondolok. Talán mégiscsak tücsök volt. De nincs visszaszámlálás, hatalmas robballyal indulnak be a hajtóművek, és a gyorsulás az ülésembe présel.